Március 15-e alkalmából együtt emlékezett Técső magyarsága az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Az országban kialakult háborús helyzetből adódóan idén is csendes koszorúzással méltatták a forradalmi ifjakat a város központjában található Kossuth szobornál. Az eseményen a városban működő egyházi, civil és oktatási intézmények vezetői közösen helyezték el az emlékezés koszorúit. Sari József, a KMKS Felső-Tiszavidéki Középszintű Szervezetének elnöke szerint a márciusi ifjak szabadság szeretete példaértékű, amelyből minden korban erőt lehet meríteni. Több mint 1000 éves történelmünk megtanított bennünket a szabadság és a függetlenség szeretetére. Ez a két nagy világ közé ékelt kicsi nép mindig küzdött, mindig megküzdte a maga szabadságharcát. Március 15-ére feltétlenül mindig meg kell emlékeznünk, mert a március 15-i ifjak ezt a szabadság szeretetet erősítik meg bennünk. Ezért kellett most is, hogy itt legyünk, ezért kell minden éven, hogy itt legyünk, és ezért kell fejet hajtani előttük. Remélem, hogy a következő nemzedék, a következő generáció is ugyanezt teszi majd minden egyes évben, de mindig meg kell harcolnunk a magunk szabadságát. Különösen most itt Ukrajnában a nyelvtörvények és az oktatási törvények árnyékában megint csak időszerű ez a kérdés. És nem véletlenül időszerű Európában is, hisz európai embert akarnak bennünket belülünk csinálni, úgy, mint valamikor a nagy szovjet időbe a szovjet embert akarták ránk erőltetni, és a nemzeteket azt szeretik, ha a nemzetek bizonyos mértékig feladnák a nemzeti mi voltunkat. Ne tegyük ezt. Ezért gyűlünk össze, és ezért kell minden évben emlékezni ezen a napon.